Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, kevés időm van, ezért igyekszek gyors lenni. Szóval az első felhatalmazási törvénynél önök többek között 10 milliárdokért vásároltak olyan egészségügyi eszközöket, amiket aztán nem nagyon tudtunk felhasználni sajnos. Ezzel ellentétben az embereknek a bérét nem nagyon segítettek abban, hogy a kieső béreket pótolják. Aztán elhangzott, hogy önök tudták, hogy fog jönni a második hullám, ami sokkal súlyosabb lesz, mint az első. Ehhez képest nem tettek semmit a felkészülésre. Még múlt héten is, még pár nappal ezelőtt is, amikor már itt dühöng a járvány, még akkor is sporteseményeket lehetett tartani, ahol akár ezrek is lehettek egymás mellett szorosan. Illetve maguknak ahhoz egyáltalán nem kellett rendkívüli felhatalmazás, hogy egy olyan egészségügyi törvényt toljanak át ezen a házon, ami ugyan önök azt hazudják, hogy fölemelik a szakápolóknak a bérét, de önök is jól tudják, hogy a törvénynek a többi része sajnos azt eredményezi, hogy ezeknek az embereknek óriási jövedelem kiesése lesz, és ezt önök egy olyan időszakban teszik, amikor egy járvány tombol Magyarországon, jönnek a hírek, hogy több ezer ember fontolgatja, hogy ott hagyja a pályát most, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk. Úgyhogy az a helyzet, hogy mivel én ezt a törvényt így ebben a formában bohózatnak tartom, én ezt nem fogom megszavazni, és kérem, hogy az egészségügyi törvényt így ebben a formában, mert bár vannak benne jó javaslatok, de összességében katasztrófát is okozhat, ezért arra kérem önöket, hogy azt pedig vonják vissza. Köszönöm szépen, meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő.